A doni hősök helytállásáról és kitartásáról emlékezünk meg január 12-én, hiszen ezen a napon mértek szinte megsemmisítő támadást az oroszok a II. Magyar Hadseregre 1943-ban. Az ütközetben több mint 100 000 magyar katona meghalt, megsebesült, eltűnt vagy hadifogságba esett, köztük számos szekszárdi hazafi is. A Szekszárd megyejogú város önkormányzata ezúttal is méltóképpen szeretne megemlékezni a doni áttörésnek az évfordulójáról. Január 12-én 10 óra 30 perckor kezdődik a koszorúzással egybekötött megemlékezés. A szervező ezúttal is a Babits Mihály Kulturális Központ. A Babits Központ már ki is adta a koszorúzási felhívást. A Babits Mihály Kulturális Központban várják azoknak a szervezeteknek, intézményeknek vagy magánszemélyeknek a jelentkezését, akik szeretnék leróni tiszteletüket a doni katasztrófában elesett hősök előtt. A koszorúzási szándékot január 10-én 12 óráig jelezhetik a megemlékezők személyesen vagy e-mailben a gödrei.zoltán@szekszardagora.hu e-mail címen. Külön érdekessége, hogy a 80. évfordulója lesz az 1943-ban történt doni katasztrófának. Számos szekszárdi áldozatot követelt sajnos, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy rengetegen kívánnak majd megemlékezni. A szervezők arra kérik a megemlékezőket, hogy a koszorúkat közvetlenül az ünnepség előtt annak helyszínére a Szent István téren álló II. Világháborús emlékműhöz szállítsák.